Köszönjük szépen! Sok szeretettel köszöntök én is mindenki kollégáim nevében is. Én fogom kezdeni az előadást, és aztán majd átadom a szót Kovács Zoltán tanárúnak és Hoffmann Miklós tanárúnak. És hát először is szeretném magunkat bemutatni, aki nem ismer, bár elég sok ismerős van itt, úgyhogy nyilván sokan ismertek, ismernek bennünket. Ugye az Eszterházy Károly Egyetemnek az újonnan alakult informatikai karának, matematikai informatikai intézetéből jöttünk, és hát egy új projektet szeretnénk bemutatni, ami egy régebbi játékon és egy korábbi projekten alapul, és nem is nagyon szaporítom a szót, hanem belefogok, hogy miről is szól ez a mai előadásunk. Két dolog van a matematika tanításban, ami nagyon fontos lett így az utóbbi egy-két évtizedben. Az egyik a motiváció, illetve annak a hiánya, amit nagyon sokféle módszerrel lehet a matematika tanításban is megteremteni, és ennek egyik formája a játékok bevonása a matematika oktatásba. A másik pedig a matematika és a való világ, illetve a különböző disziplinákkal való kapcsolat erősítése, és ezt a két területet szeretnénk igazából összefogni a mai előadáson, és egy olyan játékot szeretnénk bemutatni, amit lehet, hogy sokan a hallgatóságból már ismernek, találkoztak vele, de talán tudunk új aspektusokat is, új nézőpontokat is bemutatni az előadás során. Mi is ez a játék, illetve hogyan indult el? Szakszonszász János a feltalálója ennek a Poliuniverzum játékcsaládnak, úgyhogy először az ő alkotásaiból mutatok néhányat. Ő egy ilyen absztrakt geometrikus irányzat, a MADI művészeti irányzatnak a képviselője, és a művészetében ő igazából a formákkal, a színekkel, az arányokkal, az önhasonló alakzatokkal foglalkozik, mindez síkban és térben is, szobraiban nagyon sokszor megjelenik a test a térben, és a testnek a hiánya a térben, és ezeket variálja. És tulajdonképpen ebből a művészeti irányzatból, illetve az ő művészeti felfogásából, amiben a fraktálok ugyanúgy benne vannak, indult ki, vagy alakult ki az a játék, amit aztán Poliuniverzum játéknak nevezett el. Maga a Poliuniverzum az hamarabb, a szókapcsolat hamarabb létezett Szakszonszász Jánosnak a művészetében, az ő művészeti felfogásában, mint ahogy a játék kialakult. Tehát úgy gondoltam, hogy nagyon fontos megmutatni azt, hogy miből nőtte ki magát ez a matematika órán is nagyon sokrétűen használható játékcsalád. A Poliuniverzum játékcsalád valamikor a 2000-es évek első felében fogalmazódott meg Jánosnak a fejében. Először ez a kis háromszög, a forma készült el, tulajdonképpen egy művészeti játéknak, egy franciaországi művészeti iskola számára készítette el először ezt papírból. Az alapötlet az, hogy vegyünk egy szabályos háromszöget, és a sarkaiba egy-ketten, egy-negyed, egy-nyolcad arányú kicsinyítéssel a csúcsokba egy-egy kisebb háromszöget helyezett el, és ez négy alapvető szín, piros, kék, zöld, sárga, sárgára színezte. Ugye ez egy elem, de hát hogy ha végig gondoljuk, hogy itt a színeknek a variálásával ugye hány ilyen szabályos háromszöget tudunk csinálni, ami a játéknak az alapját adja. Itt nem nagyon kell magyaráznom, ugye, hogy 4 faktoriális 24 féle ilyen háromszöget tudunk létrehozni. Ugye, és ezeket a háromszögeket először ő tulajdonképpen egyfajta ilyen kreatív művészeti játéknak gondolta. És ugye ezeket az elemeket különbözőképpen lehet illeszteni egymáshoz. Hogyha végig akarjuk gondolni az illesztéseknek a sokféleségét, akkor ki sem tudom fejezni, hogy hányféle különböző módon tudjuk ezeket az elemeket egymáshoz illeszteni. A játéknak az alapja már megvolt, és tulajdonképpen a továbbfejlesztése a játéknak az az, hogy a
szabályos háromszög, mint egy alapvető forma mellett, ugye nagyon gyakran találkozik az ember még két másik alapvető formával, a négyzettel, a körrel, és János tovább gondolta ezt a játékot, és az alapvető mintázatnak a megtartásával megalkotta a másik két formát, a négyzet és a kör alapot. Ugye itt a négyzetnél volt egy kis probléma azzal, hogy ugye, hogyha vesszük a négy színt, és ezeket a háromszögnél megjelenő arányokat, akkor itt a négyzetnek a negyedik csúcsa az kimarad. De visszautalva Szakszonszász Jánosnak a művészeti felfogására, úgy volt vele, hogy nem akart még egy ötödik színt bevonni, meg akarta tartani azt a fajta mintázatot, ami a háromszögnél megjelent, ezért azt találta ki, hogy a negyedik csúcsot azt így kicsípi. Ugye ő szokott játszani így a térben és a síkban is, nem csak az alakzatokkal, hanem azoknak a hiányával is. Tehát ez itt jelenik meg ebben a negyedik csúcsban. Viszont az arányokat tovább vitte, mert az 1, 2, 1, 4, 1, 8 után itt ez a négyzet oldalán 1, 16-od hosszúságú kis négyzetet csípett ki a játékból, és hát ugyanez a mintázat jelenik meg ugye a kör alapon, ugye az átmérőnek a fele, ez a nagyobbik félkör, a negyede a kisebbik, és a legkisebb pedig ugye ugyanúgy a nyolcad része, tehát megvan a három alapformánk, a négy alapszínünk, és ezek az arányok, és ez alapvetően egy kreatív olyan játék alapot jelent, amit nagyon-nagyon sokféle módon lehet felhasználni. Itt főleg matematika tanárok ülünk, és hát tehát ebből látja az ember, hogy ebben a játékban mennyi matematika van benne, hogy mennyi mindenféle olyan matematikai fogalmat lehet ezeknek a segítségével, ezeknek az elemeknek a segítségével megragadni, ami alkalmassá teszi arra, hogy egy ilyen DNS farkaféle módszerrel bevigyük a matematika órákra ezt a játékot. Jánosék, miután maga a játékkészlet ugye így néz ki, és hát mondjuk egy iskolai használatra, egy osztályba, mondjuk, hogyha mind a három alapformából veszünk négy dobozt, akkor az már olyan sok elemet jelent, hogy azt már egy osztályban nagyon jól föl lehet használni. Ezt a két honlapot érdemes megjegyezni olyan szempontból, hogy egyrészt Szakszonszász Jánosnak a munkásságáról, műveiről többet meg lehet tudni, illetve maga a Poluniverzum játékcsaládról szintén itt ezen a honlapon lehet tájékozódni. A matematika tanításba való bevonódás ott kezdődött tulajdonképpen, hogy János és az ő párja Dárdai Zsuzsa, aki művészetpedagógus, bekapcsolódtak az élményműhely mozgalomba, aminek az lett az eredménye, hogy ugye sok iskolába eljutottak, és különböző rendezvényekre, kiállításokra, ahol ezt a játékot bemutatták. És hát nyilván a matematika tanároknak rögtön megfogta a fantáziáját ez a játék, és hát, hogy is mondjam, inspirálták őket arra, hogy próbáljuk meg ezt egy kicsit komolyabban megnézni, hogy hogyan lehet ezt a játékot a matematika tanításban felhasználni. Ennek az lett a vége, hogy egy nemzetközi együttműködésben egy olyan Erasmus pluszos pályázatot hajtottak végre Jánosék, szlovák, finn, spanyol partnerekkel együtt, hogy egy nagyon szép és nagyon tartalmas olyan módszertani könyvet, inkább úgy mondanám, hogy feladatgyűjteményt állítottak össze, amelyben majdnem 600 oldalon, amit balra látszik, hát mindenkire rábízom, hogy hogyan tudja úgy forgatni a nézetet, hogy ugye ez jól látszódjon. Tehát egy olyan könyvet hoztak létre, amelyben majdnem 600 oldalon rengeteg olyan feladatot állítottak össze,
A matematikának ebben az öt témakörében, ugye a geometria és mérés, kombinatorika és valószínűségszámítás, halmazok, logika, gráfok és algoritmusok, illetve vannak olyan feladatok, amiket nehéz besorolni mondjuk a matematika egy adott területére, ezeket nevezték komplex és vizuális feladatoknak. Ezek a feladatok természetesen egy hozzá kapcsolódó ismertetővel, módszertannal, ezek három korosztály számára készültek. Vannak olyanok, amelyek a 6-10 éves korosztálynak, a 10-14, illetve a harmadik pedig a középiskolás korosztálynak szánt feladatok. És természetesen vannak olyan feladatok, amiket megint csak nehéz bekategorizálni, ezeket akkor ilyen dupla indexel látták el, ugye itt a korosztályokat, itt a feladatlapokon A, B és C betűjellel látták el, és ugye vannak olyanok mondjuk, ami AB, amit nehéz bekategorizálni, mert a 6-10, illetve a 10-14 éves korosztálynak is egyaránt megfelelő lehet, vagy mondjuk BC, ami a felső tagozat és a középiskola határán van. A feladat lapok azok mind ilyen A4-es formátumúak, egy-egyben ki lehet fénymásolni, vagy nyomtatni, és vannak a tanári példányok, illetve tanári feladatlapok is, vannak a diák feladatlapok is, tehát minden feladatnak a megoldása is megtalálható a könyvben. A könyv két nyelven hozzáférhető, angolul és magyarul is. És hát nagyon sok olyan feladat van, ami még kimaradt ebből. Vagy azért, mert már egyszerűen nem fér be, hiszen hát 600 oldal az azért egy jó vastag ilyen feladatgyűjteményt jelent, és vannak olyan feladatok is, amik azért maradtak ki, mert hogy nincs meg a megoldásuk, nem tudjuk még a megoldást. Tehát úgy érezte mindenki, hogy ezt a projektet jó lenne továbbvinni. Tehát magát, illetve nem is annyira magát a projektet, hiszen a projekt lezárult, hanem magát a programot és magát azt a szemléletet, hogy ezt a Polyuniverzum játékcsaládot hogyan lehet felhasználni az oktatásban különböző, és az oktatásnak a különböző szintjein, hiszen itt a feladatok között vannak nagyon egyszerű, nagyon elemi feladatok, és vannak olyanok, amelyek a tehetséggondozáshoz illeszkednek leginkább. És így kerestek meg bennünket tulajdonképpen, hogy közösen indítsunk egy olyan új projektet, amiben tovább visszük a korábban kipróbált módszereket, teszteljük, építsük be a pedagógus képzésbe, és próbáljuk meg egy kicsit kiszélesíteni a játék alkalmazásának a lehetőségeit. Tehát ezeket a STEAM módszereket, illetve azokat a NAD-ban is megfogalmazott interdisziplináris megközelítéseket, vagy tantárgyközi megközelítéseket próbáljuk meg kialakítani. És ehhez mi ugye partnerként csatlakoztunk, illetve tulajdonképpen mi az Eszterházy Károly Egyetem lett a konzorciumnak a vezetője, és ebben az új projektben, ebben egy olyan széles nemzetközi együttműködést szeretnénk megvalósítani, ami a nagyváradi Várciumi Keresztény Egyetem részvételével, a portugál Coimbrai Egyetem, a Selye János Egyetem Szlovákiából, a Johannes Kepler Egyetem Ausztriából, Linzből, illetve Szabadkáról az alkalmazott tudományok főiskolája, és hát természetesen az élményműhely mozgalom, illetve a Polyuniverzum Kft.-nek a közreműködésével egy olyan csapat állt össze, akik megpróbáljuk most ezt egyetemi kurzusok formájában továbbvinni, természetesen felhasználva az eddigi eredményeket, de azokat kicsit kiszélesítve, és egy olyan módszertani hátteret adva ennek a játéknak, illetve a játék alkalmazásának, ami nem csak a matematika órákban, és nem csak az általános vagy a középiskolában, hanem a kisiskolás korban és alkalmazható. A művészetoktatás az annyira természetesen adódik, de nem próbáljuk ezt úgy megfogalmazni, illetve úgy kialakítani ezeket a kurzusokat, hogy más szakos hallgatók számára is egy olyan
módszert adjunk a kezébe, vagy olyan módszereket, olyan eszközöket adjunk a hallgatók kezébe, amiknek a segítségével a gyakorlatban is meg tudják valósítani azt a tantárgyi koncentrációt, azokat a motiváló tanórákat, amelyek a tanárképzésben ugye nagyon fontos, hogy ehhez muníciót adjunk. És hát ez az eszköztár, ez egyrészt egy módszertani eszköztár, másrészt a tényleges eszköz, nek a megismerése és annak a felhasználása lesz. Ez tehát az új irány, és hát tulajdonképpen ebben a projektben egyrészt írunk egy olyan módszertani tanulmányt, ami összegyűjti ezeknek az élménypedagógiai módszereknek a pedagógiai, pszichológiai hátterét, természetesen írunk a művészeti háttérből, a módszertani sokszínűséget próbáljuk megmutatni a különböző munkaformákkal, munkamódszerekkel. Természetesen összegyűjtjük a leggyakoribb, a legjobb gyakorlatokat, és a matematikán túl is megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet alkalmazni, tehát más tantárgyak felé alkalmazást szintén. És hát párhuzamosan ezzel a projekttel a Poliuniverzum Kft. Egy olyan online eszköztárat is fejleszt, ez éppen most van fejlesztés alatt, hogy ilyen online és interaktív módon is lehet majd játszani ezzel a játékkal. Ugye ez a mostani helyzet, ez ki is kényszeríti tőlünk azt, hogy ugye ne csak a tényleges játékkal operáljunk, hanem egyfajta online eszköztárat is igénybe vegyünk, illetve fejlesztünk ki, mert hát nem lehet tudni, hogy a jövő mit hoz. A kurzusoknál ugye az a célunk, hogy olyan moduláris jellegű kurzusokat alakítsunk ki a hallgatók számára, ahol figyelembe tudjuk venni a különböző képzési szinteket, tehát a tanítóképzéstől a tehetséggondozásig, matematikai tehetséggondozásig. A kurzusokban megpróbáljuk a partnerintézmények sajátosságait beépíteni és figyelembe venni. Nyilván itt is párhuzamosan jelenléti és online megvalósítási formákban is gondolkodunk. Ezeket természetesen a partnerintézményekben ki fogjuk próbálni, és a végén a cél az, hogy beépítsük valamilyen formában a pedagógus képzésbe ezeket az elemeket. És hát természetesen, ugye, hogy tovább vigyük, hogy egy kicsit túlmutassunk azon, ami az előző projektben megvalósult, ezért nem csak a matematikai, hanem a matematikán kívüli alkalmazásokat is szeretnénk összegyűjteni. Ugye cél az, hogy összekapcsoljuk a matematikát más területekkel, és hát nem csak ilyen irányba lehet kiterjeszteni ugye ezt a játékot, hanem tehát, hogy nem csak az alkalmazást lehet kiterjeszteni a matematikán kívül, hanem magát a játékot is ki lehet terjeszteni. Akár síkban tovább gondolni, akár térben tovább gondolni. És hát terveink között szerepel az is, hogy olyan új innovatív eszközöket, vagy meglévő eszközöket beépítsünk, amelyek nagyon hasonló módon alkalmazhatók. A projektünknek a honlapját, a honlapjának a címe az itt látható. Egyelőre még nem sokkal több van benne, mint az előző projektnek a honlapján, de folyamatosan fejlesztjük, alakítjuk, és ahogy az eredmények körvonalazódnak, ugye mindent ugye közzé fogunk tenni ezen a honlapon. Nagy vonalakban így az általános projektről, vagy az általános dolgokról én ennyit szerettem volna elmondani, és ugye azt ígértük az abszakban, hogy konkrét példákat is fogunk mutatni, úgyhogy én most át is adom a szót Kovács Zoltán tanár úrnak, aki egy matematikai, illetve matematikai példákat fog bemutatni, a matematikában való alkalmazásra, illetve Hoffmann Miklós tanár úr pedig majd a matematikán kívüli alkalmazásra mutat nekünk egy példát. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadom a szót Kovács Zoltán tanár.
Köszönöm szépen, egy rövid visszajelzést kérek, hogy látszik-e a slide, amit vetíteni szeretnék. Igen? Igen, látszik. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, volt jelenlegi tanítványaimat, kollégákat, tankönyvszerzőket, szerkesztőket. A mottóját a mai előadásomnak, hogy a matematika érdekes, a Vándorgyűlés honlapjáról vettem, és most arról szeretnék beszélni, hogy a normál iskolai matematika tananyag is érdekes, és ezt lehet érdekesen tanítani, tanulni átlagos gyerekekkel, heterogén csoportban ezzel a poliuniverzum készlettel. Ez egy eszköz a sok lehetőség közül, nem törekszik kizárólagosságra, egyeduralomra, hanem a tanár módszertani eszköztárát bővíti. Amiről itt beszámolok, az olyan foglalkozásokon alapul, amit különböző korosztályoknak tartottam 5. évfolyamtól 9. évfolyamig. Ezek kiscsoportos képességfejlesztő foglalkozások voltak. A kiscsoport azt jelenti, hogy 8, általában 8 gyerek volt jelen. Nem fejlesztő pedagógusként működtem, tehát ezek nem fejlesztésre szoruló gyerekek voltak, hanem átlagos iskolából, átlagos osztályokból, átlagos képességű gyerekek. Tulajdonképpen az egész program az a természettudományos tantárgyak népszerűsítését szolgálta, és hát a matematikából tartottam ezeket a képességfejlesztő foglalkozásokat, amelyekben az egyik eszköz volt a Polyen Univerzum, több más mellett a háttérben egy térbeli építőjáték is látszik éppen. Amit most itt el fogok mondani, az nem egyetlen foglalkozás anyaga, hanem nagyon sok foglalkozásból állt össze. Mindegyik foglalkozás ugyanarról szólt, csak mások voltak a gyerekek, más volt az évfolyam, más volt a képességszint, tehát hogy egy konkrét foglalkozáson meddig jutottunk el, mit kérdeztem, mi került szóba, az mindig az adott csoporttól függ. Most hát ez egy ilyen soha nem létező foglalkozás volt, de mindig foglalkozásokon alapul, amit elmondok. A poliuniverzum készletről már Illike beszélt, most itt ebben a példában a háromszög elem szerepelt, és majd később a négyszög elem is, a négyzetelem is előjön. De lehet adaptálni a kérdéseket, feladatokat a körelemre is. Szóval itt egy szabályos háromszög elem, az említett kétszeres arányokkal. Ez a foglalkozás, amiről beszámolok, a gyerekek első találkozása volt a készlettel, és most az első találkozáskor először nem kapták meg az összes elemet, egy-egy elemet kapott mindegyik gyerek, és amit itt látunk is, hogy a foglalkozásokon egy visszatérő tevékenység, hogy az elemeket lerajzoltattam pöttyös papírra, most itt egy szabályos rácsháromszög papír szerepel. Ez történt a foglalkozás elején, úgyhogy a tanuló a megfelelő poliuniverzum elemet a kezében fogja, vagy a foglalkozás végén emlékezetből. Most itt a foglalkozás elején, ezeken a foglalkozásokon a foglalkozás elején rajzoltattam. A foglalkozás végén egyébként főleg a négyzetelemnek a lerajzolása meglehetősen nagy kihívás szokott lenni. A foglalkozás elejé rajznak a reprezentációváltása szerepe, a tárgyról áttérünk egy rajzra, közben megismerjük magát a tárgyat. A nagyobbaknál elég annyit mondani, hogy ez egy szabályos rácsháromszög papír, amit kapnak, a kisebbek pedig kézbe foghatják a szögmérőt, a vonalzót, és mérhetnek, és nem csak ránézésre mondják, hogy egy szabályos háromszög, ha egyáltalán meg tudják nevezni, hanem konkrét tárgyi tapasztalatuk van róla, mérési tapasztalatuk van róla. Ezt a reprezentációváltást egyébként lehet folytatni, hisz akár hagyományos szerkesztőeszközökkel meg lehet az elemeket szerkeszteni, ez a körelemnél nem is olyan könnyű, akár digitális szerkesztőeszközökkel. Itt most egy GeoGebra ábra látszik, pontosan az eredeti alakzatnak a rekonstrukciója, de ez egyúttal már egy, ugye a dinamikus geometriai eszköz egy
felfedezést is jelent, hogy hát mi van, hogyha ezek az arányok változnak, és nem a kétszeres arány jelenik meg az alakzatban, hanem mondjuk a háromszoros arány jelenik meg a feladatban. Itt magának a megfelelő ábrának az elkészítése, dinamikus geometria elkészítése azért egy komoly matematizálási képességet is igényel, hiszen amikor a csúszkát mozgatom és az arányokat változtatom, az ábrának ez dinamikusan kell követni, tehát ügyesen kell meghatározni a körsugarát. A első tevékenység, miután készhez kapták az elemet, megismerték, megmérték, lerajzolták, hogy beszéljünk róla, mutassuk be az elemet. Ezt általában egy kooperatív technikával szoktam alkalmazni, ez a kooperatív technika, ez, hogy gondolkozz önállóan, beszéld meg a pároddal, aztán oszd meg a csoporttal. Ez nem csak itt, hanem általában is egy nagyon hatékony módszernek tartok a matematika tanulásában. Ja, miközben az egyén, illetve a pármunka történik, a tanár azért nézi, hogy mit csinálnak a gyerekek, és általában olyan párt választók bemutatásra, akik viszonylag kevesebbet írtak le az adott elemről, és így a többieknek van lehetőségük kiegészíteni, pontosítani, módosítani, hozzászólni. Érdekes tapasztalat egyébként, hogy az elemeket a tanulók többsége testként, hasábként, jelen esetben háromszög alapú hasábként fogja fel, és hát az oldallapokról is beszélnek. Hogyha online megy a dolog, és ebben a fél évben online is használtuk a készletet, Jamboardon mozgatta az elemeket, akkor természetesen ott automatikusan síkban fordulnak elő az elemek. Tehát meg lehet nevezni az alakzatokat, a szögfajtákat, hegyes szögről lehet beszélni, tompa szögről. Ez a geometriai gondolkodás legegyszerűbb szintje. Magasabb szintet jelent, hogyha a relációk jelennek meg a kommunikációban, tehát mondjuk kiegészítő szögek vannak, párhuzamos szárú vagy egyállású szögek vannak, megjelenik a párhuzamosság, ugye a négyzetelemnél a merőlegesség a párhuzamosság mellett, és a következő lépés, ami már egy szintén egy fejlettebb szint, hogy most indokold meg, hogy miért párhuzamosak az oldalak. Itt lehet tevékenység alapján indokolni, a kisebbeknek visszatérhetünk a rácsos papírra, de ugye a nagyobbaknál már elvárható, hogy itt középvonal, megnevezik a középvonalat, és hivatkoznak a középvonal tulajdonságra. Maga a hatszög is egy érdekes elem, ugye, mert egy olyan hatszögről van szó, aminek minden szöge 120 fokos, és hogyha az oldalait megnézzük, akkor két oldala egybe vágó, de az összes többi különböző, tehát egy érdekes hatszög típus. Tehát ami alapvető matematikai képesség előjön, az a kommunikáció, illetve az érvelés valamilyen szinten. Folytassuk a kerület és a terület méréssel. A kerület és a terület méréshez is egy nagyon hasznos segédeszköz a készlet. Először alkalmi mértékegységet választunk. Itt most ugye nagyon sok lehetőség van, és mivel sok lehetőség van, ezért csoportmunkára is alkalmas ez a feladat. Valamilyen alkalmi mértékegységet választunk. Mondjuk a konkrét tábrán a hosszmértékegység a nagy elemnek, ez most ez a kék elem, ez a nagy elem. Ugye az alapelem az egész, ez a nagy elem, ez a közepes elem, és itt a pici elem. Szóval a nagy elemnek az oldalát vettem hosszúságegységnek, és területegységnek is a nagy elemnek a területét választottuk. Elkészítjük a sorozatot, ez általában egyébként a kerületnél nagyon könnyen szokott menni, a területnél, hát hogyha nagyon értetlenül néznek rám, akkor felteszem azt a kérdést, hogy hányszor fér bele, vagy sokszor egymást is segítik ezzel, hogy tulajdonképpen ezt kell megnézni, hogy melyikbe hányszor fér bele. Hasonlítsd össze a két sorozatot, állapítsd meg a sorozatok tulajdonságát. Ugye felső tagozatban még mértani sorozatokról nem beszélünk, de a sorozat tulajdonságait már le tudják írni, tudnak róla beszélni, vagy akár a két sorozatot össze tudják hasonlítani, illetve gond nélkül folytatni tudják a sorozatot. Itt egy másik összehasonlítás, most egy háromszögelem, a szabályos háromszögelem és a négyzetelem. Most ugye a négyzet alatt a
a négyzetet úgy értem, hogy most a lyuk is beleszámít, mintha egy fehér négyzet lenne a sarokban. Ezt egyébként a gyerekek hamar megszokják, nem zavarja őket, hogy most ezt a lyukat is hozzá kell képzelni. Itt is most megint egy alkalmi mértékegység, ugye a nagy elemnek a területét választotta mind a két esetben egységnek, ugye tehát más-más a két esetben más-más a mértékegység, de ezzel való összehasonlítást vizsgáljuk. Ugye itt egy nagyon érdekes jelenséget lehet megfigyelni, hogy hát a két sorozat, hogyha a nagy elem volt az egység mind a kettőben, akkor ugyanaz. Vajon miért van ez? Ugye ez, hogyha erre a kérdésre válaszolnak, hogy hányszor fél bele, ez könnyen lehet indokolni, tehát a két sorozat azonosságát meg lehet beszélni. Egy másik izgalmas dolog, most azt írtam fel, hogy más-más az alkalmi mértékegység, a felső sorban a nagy elem az alkalmi mértékegység, a második sorban a közepes elem, tehát most itt a piros elem a alkalmi mértékegység. Kitöltjük a sorokat, itt attól függ, hanyadik osztályban vagyunk már, hatványalakban lehet felírni, persze, ugye, amit mondjuk egy hetedikestől elvárunk, hogy mondjuk az egynegyedet felírja, úgyhogy 1/2 a négyzeten, még negatív kitevőt valószínűleg nem fog alkalmazni, de a középiskolásoktól már ugye egész kitevőjű hatvány negatív kitevővel is fel tudják írni a megfelelő számokat, itt is a sorozatok folytatása, és itt jön egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ha még nem vették részt önállóan, vagy nem csodálkoztak rá, akkor felhívom a figyelmet, hogy nézzük a hatszög területét, ne csak a háromszög elemeknek a területét. Maga a hatszög területének a kiszámítása is egy stratégia kérdése, hogy most az egészből, mondjuk az alapít jelen esetben 4, kivonom a kis háromszögeknek a területét, vagy hát a középvonalakat ügyesen behúzva, akkor megnézem, hogy a nagy elem hányszor fér bele a zöldbe, ugye itt egyszer, itt 3/4-szer, itt meg 15-16-szor, és hát kiszámolom a hatszögnek a területét. Na, ami az izgalmas, hogy a számláló mindig 43 lesz. Vajon miért? Magyarázzuk meg, hogy miért mindig 43 a számláló, akármilyen alkalmi mértékegységet választottam, a számláló mindig 43. Persze aztán észreveszik, hogy a nevező az meg a pici elem területének a nevezője. Ennek ellenére elég nehéz megmagyarázni, hogy bármelyik sorozatban az utolsó elemben, a hatszögnél a 43 lesz a számláló. Hát persze, mert ez azt fejezi ki, hogy a pici elem a hatszögben 43-szor fog beleférni, és ez független attól, hogy milyen alkalmi mértékegységet választottam. Azt hiszem, hogy aki most, hogyha mind a három példámat végignézzük, aki mondjuk erre az utolsó kérdésre ügyesen válaszolni tud, elég biztos területfogalma lehet neki, anélkül, hogy képletet használna, és pillanatilag még nem is használtunk szabványos mértékegységeket. Itt szintén a területszámítás kapcsán jön egy érdekes kérdés, hogy akkor meg is találjuk azt a 43 picit mondjuk a zöldben. Mind a 43-at be lehetne rajzolni, de egy érdekes probléma, hogy hogyan lehet szabályos háromszögekre darabolni ezt a hatszöget, mondjuk nem csak a picire, akár egybevágó szabályos háromszögekre, akár nem egybevágó szabályos háromszögekre hogy lehet darabolni. Hát ugye egybevágó szabályos háromszögekre akkor a 43 picire fel lehet darabolni, de vajon van-e más megoldás? Miért nem lehet a közepes elemre átdarabolni a hatszöget? Ugye ez már megint területszámítás, itt lehet próbálkozni vele, és nem fog sikerülni, ugye itt a végén mindig megbukik a dolog, de ez önmagában nem indoklás, hogy nekem nem sikerült, de hogyha területre hivatkozunk, ugye, hogy hányszor fér bele a közepes elem a hatszögbe, ugye itt mutatja a második sor, hogy 43/4-szer, vagyis nem fog menni, mert ugye nem egész szám jött ki végeredményről.
végeredménynek. És persze hát át lehet térni aztán a szabványos mértékegységekre, ugye ha már Pitagórász tételt ismernek, 8. osztályban vagyunk inkább a végén, akkor pontosan lehet a terület képletet alkalmazni, illetve a magasságot Pitagórász tétel segítségével kiszámolni. Egyébként az elemeknek a hossza, tehát itt a szabályos háromszög oldala, meg a négyzet oldala is, ez valami nagyon rafinált dolog, tehát nem 8,90 valamennyi centiméter, tehát most itt én az ábrámon 9-nek vettem, ez mondjuk egy kihívás, hogy akkor ezt a rácsos papírt, ezt az ember, amikor megcsinálja, és azt szeretné, hogy méretarányos legyen, hát akkor ezt meg kell önállóan csinálni, mert nehezebb találni az interneten készen ilyet, aminek pont ennyi az egysége. Hát itt már előjön megint a számolási készség, a szimbolikus nyelvhasználata, tehát ugye a négyzetgyök, számológéppel ki kell számolni, tehát eszközhasználat is. És aztán persze lehet izgalmasabb matematikai, geometriai feladatokat adni. Például az egyik kedvencem, hogy ennek a zöld sokszögnek mennyi a kerülete. Ugye a divergens gondolkodású gyerekek rögtön rávágják, hogy ugyanannyi, mint az alap négyzetnek, tessék végig gondolni, hogy miért van így. A konvergensebb gondolkodású gyerekek persze megszámolják, hogy mennyi valamilyen mértékegységet választva. Vagy a három négyzetnek a csúcsa miért esik egyegyenesen? Úgy tűnik, mintha egyegyenesen lenne. Indokoljuk meg, hogy ezek tényleg egyegyenesen vannak. Ugye ez megint egy érvelés, ez egyébként mondjuk egy kétlépéses, rövidebb érvelés geometriából, de valószínűleg a nyolcadikos gyerekek közül is csak kevésnek megy, hogy hát nem azt mondja rá, hogy látszik, hanem valamelyik ilyen matematikai érvelést ad. Mondtam, ezek képességfejlesztő foglalkozások voltak, és ott közben bár nem olvasgattam, de mindig a sarokba az alapvető matematikai képességeket felsoroltam, amit érint az adott feladat. Előfordult a matematizálás, ugye a problémát le kellett fordítani valamilyen matematikai nyelve, a szaknyelvi kommunikáció, ugye a szaknyelv helyes használata, ábrázolás különböző digitális, hagyományos eszközökkel, stratégiaalkotás, érvelés, miért fér négyszer bele a, mit tudom én, a nagy az alapba, műveletek végzése, tehát aritmetikai műveletek végzése, vagy akár négyzetgyökvonulás ugye eszközzel, és hát az eszközhasználat sokféleképpen. Tehát nagyon széles körű matematikai képességeket érint maga az eszköz. A másik elem, ahonnan illik ezt a motiváció, tehát ugye milyen alapvető motivációs faktorokról szoktunk beszélni. Legyen érdekes a feladat, ez azt hiszem, hogy hát ez egy nagyon szerény feladat volt, amiről én most beszéltem, és hát vannak ettől sokkal összetettebb feladatok, de mindenképpen érdekesek. Fontos az osztálytermi klíma, az osztálytermi környezet, hát itt kis csoportos foglalkozás volt egy általam tervezett tanteremben, ahol a falra írni lehetett, ahol az asztalokat a munkaformának megfelelően át lehetett rendezni, parafatábla, az most itt nem látszik, a gyerekek munkájával, tehát egy nagyon barátságos, mobilis osztálytermi környezet, hogy el ne felejtsem, egy nagy hely annak, hogy a padlóra le tudjunk menni, és ha kell, akkor a padlón építünk és mozgunk. A felfedezés, ugye itt van bőven mit felfedezni a poliuniverzum készletben, miértekre tudni válaszolni, indokoljunk, miért történt ez így, az eszközhasználatot többször érintettem, és hát végül, ami előjött a kollaboráció, ugye a gyerekeknek a csoportos tevékenysége. Én most a tanár szempontjából, a tanár nézőpontjából még annyit tennék hozzá, hogy nagyon alkalmas, itt utaltam is rá többször, differenciálásra, meddig kérdezek, mit kérdezek, párhuzamos tevékenységre, te csinálod a nehezebbel, te csinálod a könnyebb elemmel. A kollaborációra, kooperatív technikák alkalmazására, csoportmunkára. Én magam osztályteremben teljes osztállyal még nem csináltam, hallgatóm, szakdolgozó hallgatóm próbáltam már teljes osztállyal osztályteremben is, sőt online körülmények között is, mindenképpen ügyesen,
megfelelő háttérrel, módszertan és hát matematikai háttérrel alkalmazva egy nagyon izgalmas eszköz, ami hát elsősorban a motivációra és a képességfejlesztésre van hatással. Köszönöm szépen, és Miklós következik. Akkor én átveszem a szót, üdvözlök én is mindenkit, és megosztom a képernyőmet, talán, hogyha vetítek, akkor jobb, ugye? Jó. Á, nem jó, mert akkor állandóan csak a összejátszó kis alakzatokat fogjuk nézni. Mit szeretnék én mesélni erről a Punte programról, illetve magáról a Poly Univerzumról? Hát a matematikán túl is szeretnénk ezt alkalmazni, illetve igyekszünk keresni azokat az utakat, ahol ez alkalmazható. De persze nem nagyon-nagyon túl a matematikán, tehát a matematika órán maradunk most, csak egy kicsit illeszkedve valamelyest az új kerettantervnek a koncepciójához, vagy igyekezetéhez olyan problémákat is felvethetünk a poliuniverzummal kapcsolatban, vagy annak a segítségével, amik a való életbe viszik át egy kicsit a matematikai problémát, tehát alkalmazzuk ezt az eszközt arra, hogy valódi, vagy annak valamelyes absztrahált problémáit vizsgáljuk. Miért fontos ez? Nekem nagy veszőparipám a szövegértés és a történetmesélés, ez ugye két ellentétes irányú képesség, hogy egy bonyolultabb szöveget meg tudok érteni, vagy fordítva egy ábráról vagy egy képről tudok mesélni. Mind a kettő persze része most is a matematikai módszert annak, de én úgy gondolom, hogy ez a poliuniverzum eszköz, ez rendkívül alkalmas arra, hogy ezeket a képességeket is fejlesztjük a gyerekekben. Hát ugye nekünk, akik egyetemen tanítunk, nagy fájdalmunk, hogy már ugye most az egyetemet is elérte az a generáció, amelyik nem nagyon tud beszélni, nem nagyon tud bonyolultabb szöveget megérteni, ami hát ugye elég alapvető képesség lenne. A másik, amit itt megjegyeztem, hogy az információ vizualizáció, ugye az újabb generációk a információt már legtöbbször vizuális formában kapják, vagy úgy szeretik kapni, és hát ezt ugye értelmeznünk kell. Grafikonok, képek, videók, ezek mind ugye a vizuális csatornánkon keresztül érkeznek be hozzánk, de hogyha nem tudjuk őket megfelelően értelmezni, illetve egy adott információt nem tudunk vizuális formában átadni, akkor ugye erről a nagyon erős ágáról az információ szerzésnek, vagy információ átadásnak esetleg lemaradunk. És hát ugyanez ugye az adatoknak a megértése és interpretáció ugye ugyanerről szól, hogy ha nekem van egy adathalmazom, akkor meg kell, hogy értsem, hogy ez mit jelent, ez a sok szám, vagy ez a sok alakzat, ez mit is akar a való életből tükrözni számomra, vagy interpretálnom kell, tehát el kell tudnom mondani másnak, hogy szerintem ez mit jelent. Na most mindezeket tudjuk szerintünk a poliuniverzummal segíteni. Mutatnék azért egy-két képet, hogy mi volt itt a motiváció. Tehát ezek nem is, tulajdonképpen nem is lényeges, hogy milyen szakkérdést taglal ez az ábra. Amit látunk az az, hogy valamilyen adatot ilyen vizuális formában kapunk meg. Ezek geográfiai adatok, de teljesen lényegtelen, hogy milyen adatok. A lényeg az, hogy ilyen képeket kell a gyerekeknek majd később értelmezni, vagy már egész korán is értelmezni, és a poliuniverzum, mivel szintén geometriai alakzatok, különböző színekkel, nagyon alkalmas arra, hogy ezt egy kicsit absztraktabb módon, tehát egy elemibb kiindulásból ezeket a információ vizualizáció, vagy adatvizualizációs készségeket fejlesszük. Itt egy másik ugyanilyen, ugye kifejezetten hasonlít talán, de ez egy valódi adat,
szintén nem lényeges, hogy miről szól az adat. A lényeg az, hogy ezek valódi adatok, valódi interpretációi, és ugye látjuk, hogy hát erről van szó, geometriai alakzatok, különböző színekkel, és a feltételezi, aki ezt megalkotja, hogy mi meg is értjük ezeket az információkat. Tehát ez volt a motivációja annak, hogy keressünk olyan utakat, ahol a poliuniverzum eszköz ilyen értelemben fejlesztheti a gyerekek készségeit és képességeit. Alapvetően két utat látunk ez ügyben. Az egyik egy, amit én interpretatív forgatókönyvnek neveztem, amikor az van, hogy ami adott, az a poliuniverzum darabokból kirakott valamilyen mintázat. Megmondom, hogy mit jelentenek most a színek, megmondom, hogy mi a szövegkörnyezet, és akkor a feladat itt az, hogy interpretálnunk kell azt a kirakott mintázatot, hogy akkor ez mit is jelent az adott szövegkörnyezetben. Majd mindjárt látni fogunk példát. Tehát itt a kiindulás az, hogy kiraktunk valamit ebből a poliuniverzum készletből, megmondtuk, hogy mit jelent a sárga, a piros, a kék, a zöld, megmondjuk, hogy ugye ezzel nyilván megmondjuk azt, hogy milyen életteli környezetben dolgozunk most, és akkor az adott mintázatot kell értelmeznünk, interpretálnunk, vagyis hát a gyerekeknek kell megtenni. A másik, valamelyest az ellenkező irány, amikor nem adunk kirakott mintát, hanem egy sztorit adunk, ugye hát ezt most magunk közt mondom, nyilván ez azt jelenti, hogy adatokat adunk meg, és a feladat az, hogy a poliuniverzum segítségével hozzunk létre egy olyan mintázatot, rakjunk ki egy olyan alakzatot, ami az adott sztorit jeleníti meg. Tehát itt a szöveg adott, és ebből kell létrehoznunk nekünk egy ilyen adatvizualizációs geometriai alakzatot, míg az előzőnél ugye a geometriai alakzatból indultunk, és úgy kellett valamilyen szöveget alkotnunk. Mind a kettő nagyon fontos irány, mind a kettő, ugye az egyik arról szól, hogy én tudjak mesélni egy ábráról, tudjak mesélni egy képről, ezt most mellékvágánynak mondom, mert a feleségem, ugye francia tanárnő, és mindig azt mondja, hogy a nyelvvizsgákon a legnagyobb probléma, hogy amikor egy képről mesélni kell a gyerekeknek, és aztán kiderül, hogy nem, hogy idegen nyelven nem tud mesélni, hanem még magyarul sem tud mesélni egy képről. Hát itt is valami ilyesmit szeretnénk, hogy egy alakzatba képzeljen bele dolgokat, és meséljen róla. A másik pedig, az nyilván a szövegértés oldalát erősítő dolognak, hogy olvassa el a szöveget, vagy hallgassa meg a szöveget, értse meg, hogy miről szól ez a sztori, és aztán próbálja meg ezt ezekkel a poliuniverzum eszközökkel elmesélni. Mind a kettőre hoznék egy-egy példát. Egy picikét bonyolultabb példát mutatok. Nyilván egyszerűbbet lehet kitalálni, de ezzel azt szeretném mutatni, hogy ez tulajdonképpen bármilyen korosztálynak megejthető ez a kis játék, vagy ez a kis vizualizációs gyakorlat. Az első, tehát ez az interpretatív forgatókönyv, amikor azt mondom nekik, hogy ugye egy ilyen, most én a négyzet elemet választottam, azt mondom, hogy egy ilyen négyzet egy országot jelöl, és azon belül is a színek azt jelentik, hogy miket termelnek abban az országban, mégpedig minél nagyobb ez a színes rész, annál többet termelnek arányosan. És akkor hát kitalálhatjuk mondjuk a sárga a búza, a zöld a zöldség, piros mondjuk ruházati cikkek, kék elektronikai cikkek. Tehát ha csak külön-külön nézzük az országokat, már akkor is ugye vannak értelmes kérdéseink, de az első, hogy megértsük, hogy itt most mit jelentenek a színek, mit jelentenek az alakzatok nagyságai, és utána ugye ha összerakunk ilyen alakzatokat ezekből a négyzetekből, akkor tulajdonképpen országcsoportokat hozunk létre, és akkor mondhatjuk azt, hogy a határon, az ország határon azonos színeket látunk, akkor ez jelenti azt, hogy abból a termékből ez a két ország kereskedik egymással, adnak, vesznek,
Ha pedig a határon különböző színeket látunk, akkor azokból nem történik kereskedés. Tehát ez az alapszituáció, és akkor milyen kérdéseket lehet ez ügyben feltenni? Hát mondjuk, ha csak egy országot nézünk, itt a felső sort mutatom most, akkor ugye megkérdezhetünk ilyeneket például, hogy a felső sorban melyik ország gyártja a legtöbb elektrotechnikai terméket. Hát ez ugye egy nagyon egyszerű kérdés. Ha emlékszünk arra, hogy melyik szín tükrözi ezt az információt, akkor már is tudjuk, hogy ugye a második ország a nyerő. Vagy melyik ország gyárt több zöldséget, az első vagy a második, akkor ugye már két országot kell összehasonlítanunk, de aztán az igazi sztori úgymond akkor kezdődik, amikor ilyen országcsoportokat vizsgálunk, akkor azt mondom, hogy itt van mondjuk a bal alsó ábra, ez a három ország, keresd meg az azonos búzamennyiséget előállító országokat. Tehát akkor nekem tudnom kell, vagy emlékeznem kell rá, hogy a búzát mi jelenti, ugye jelen esetben ugye a sárga szín, és a négyzet nagysága az, hogy mennyit termelnek, tehát akkor ugye azt kell észrevennem, hogy ez a két baloldali ország az, akit keresünk. Vagy a jobb alsó, tehát ebben a négyesben, jobb alsó ábrán, a jobb oldalon lévő két ország, ugye látjuk, hogy kereskedik, mégpedig elektrotechnikai termékekkel, ugye a kék szín a határon látszik, hogy mind a kettőnek szerepel a határon a kék szín, és akkor ugye itt beszúrtam úgy, hogy ez aszimmetrikus ez a kereskedés, ugye ezt is megérthetik a gyerekek, hogyha az egyik országban nagyobb négyzetet látnak a határon, a másikban kisebbet, akkor itt ugye nem egyforma a kereskedés mértéke, hanem az egyik többet ad a másiknak, vagy többet kap a másiktól, mint a másik. És akkor keressünk hasonló kapcsolatokat más termékekkel, más országok között. Nyilván itt arról van szó, hogy ezeket a kis motívumokat kell neki felismernie, és nyilván a közben persze utalhatunk matematikai értelemben arra, hogy például ez a négy ország, ez itt ugye forgásszimmetrikusan van elhelyezve, tehát hogy ugyanaz történik itt a kék színnel, vagyis az elektronikai termékekkel, mint ami itt történik a búzával, és így tovább, és így tovább. Aztán egész bonyolult kérdéseket is feltehetünk, ahol már ugye még több interpretációval látjuk el ezeket az alapvetően geometriai motívumokat. Például azt mondjuk, hogy nevezzük el egy ország csoportnak a gazdaságát egészségesnek, ha a négy termékből összességében kiegyensúlyozott termeléssel rendelkezik, tehát összesen a négyen mind a négy termékből ugyanannyit állítanak elő. Akkor ugye megtehetjük, hogy megnézzük ezt a baloldali országcsoportot, és azt látjuk, hogy hát ők ugye rengeteg piros árut, azaz ruházati terméket gyártanak, miközben búzát nagyon keveset, ugye nagyon kevés sárgát látunk. Ha a jobb oldali ábrát nézzük, akkor hát itt már ugye egy kicsit bonyolultabb végig járnunk azt a gondolatsort, hogy vajon itt tényleg mindenből ugyanannyi termelődik-e a négy országban összesen, de megint csak, hogyha felfedezzük, hogy ez az elrendezés szimmetrikus, felfedezzük, hogy mind a négy színből ugyanúgy megkapjuk az összes nagyságot, akkor ugye értelemszerűen nem kell kiszámolnunk hozzá a területet, már biztos lesz, aki így áll hozzá, hogy elkezdi vadul kiszámolni a kék területet, aztán a pirosat, a sárgát és a zöldet, de hogyha ezt felfedezzük, akkor nem kell kiszámolnunk, hanem egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ez biztos, hogy egy az előző szóhasználattal élve egészséges országcsoport. Ugye aktívak is lehetünk ez ügyben, tehát nem csak megfigyelhetjük, hanem megkérdezhetjük, hogy ki tudjuk-e egészíteni mondjuk a baloldali országcsoportot úgy egy negyedik országgal, tudunk-e ide rakni egy negyedik országot úgy, hogy ez összességében végül egy egészséges országcsoportot
alkosson. Persze sok más kérdést is fel lehet tenni, ezek már ugye elég nehéz kérdések. Ott már azt jelenti, hogy a készletből kell nekem nagyon okosan kiválasztanom olyan négyzetet, ami ide pont úgy illik, hogy a megfelelő mértékben egészítse ki a már eddig gyártott termékeket. Egy másik ilyen problémát mutatok gyorsan. Itt egy alakzat egy várost jelöl, és annak a szavazókörzeteit, a színek pedig egy adott szavazókörben mondjuk a győztes pártokat, tehát van a kék párt, a piros párt, a sárga és a zöld párt. Ugye nyilván érdemes, ugye ez egy bonyolultabb alakzat, ami ki van rakva több elemből, érdemes egy ilyen szimmetrikusabb és egy látszólag véletlenszerűen összerakott alakzatot is megmutatni. Az egyiken sokkal hamarabb meg tudunk mondani bizonyos feladatokat, és ugye ebből nyilván magasabb szempontból azt szűrhetjük le, hogy a szimmetrikus dolgokat könnyebb interpretálni, mint a véletlenszerűen összerakott dolgokat. És akkor itt is rengeteg kérdést lehet feltenni, ezeket most nem fogom sorra venni, de mondjuk mely politikai mozgalmak nyerik a szavazást a két városban, hát akkor nyilván össze kell számolnunk, vagy legalábbis meg kell becsülnünk, nyilván nem érdemes kiszámolni az összes területet, de azért egy jó becslést, vagy az egyenlő területek levonásával maradó területmennyiségeket megvizsgálva meg tudjuk mondani, hogy mely pártok nyernek. Vagy itt az utolsót mutatom, például a felmérés azt mutatja, hogy a magas jövedelműek általában a város középső részén élnek, ezt most a bal felsőre mondom, melyik a gazdag polgárok kedvenc pártja ebben a városban, vagy ezekben a városokban. Hát itt ugye egyértelműen látszik, hogy a zöld pártra szavaznak, és nem akarok semmilyen felhangot ennek adni, csak mutatom, hogy akár ennyire életteli kérdést is fel tudunk tenni egy ilyen kirakott alakzatból. Ugye ez volt az első forgatókönyv, és akkor a második forgatókönyv, ahol a sztori adott, tehát én adok nekik egy történetet, mesélek egy történetet, és arra kell nekik kialakítani egy poliuniverzum mintát. Itt is mutatok egyet, hát ez egy hosszú szöveg, és nem biztos, hogy most végig kell olvasnunk, de azért mégis a lényeg, hogy ugye egy tudományos konferencia vacsoráján, ami most sajnos nem létezik, mert online vagyunk, az emberek három kerek asztal körül ülnek, és beszélgetnek a szomszédokkal. A beszélgetések mértéke, intenzitása párosít el. És a baloldali asztalnál ülők nem találnak közös témát, a jobboldaliak így úgy, a középső asztalnál pedig másképpen történik a helyzet, azt most nem olvasom végig, de a lényeg az, hogy nekünk valahogy a beszélgetések mértékét, intenzitását kell páronként jelölnünk. Na most én erre itt a kör elemet választottam, és azt próbáltam ezzel jelezni, hogy itt ugye körben ülünk, a párok beszélgetnek, és ahogy a párok csatlakoznak egymáshoz, akár ezzel a legnagyobb csatlakozási, vagy a középső, vagy a legkisebb csatlakozási módon, az valamilyen értelemben beszélgetés intenzitását jelöli. Ha különböző színűek ezek a félkörök, akkor ez azt jelenti, hogy nem találtak közös témát, tehát csak beszélnek, de az egyik erről, a másik arról, miközben a középső asztalnál ugye ez a két szín ugyanaz, tehát ez jelentheti azt, vagy ezzel interpretálhatom azt, hogy nekik van közös témájuk, és hogy ők igenis tudnak beszélgetni. A jobboldali asztalnál pedig azt látjuk, hogy aszimmetrikus ez a csatlakozás, ami azt jelenti, hogy ugye a szomszéd vagy a pár egyik tagja ugye nyomja a rizsát, míg a másik többnyire hallgat, vagy esetleg bólogat, de azért a téma az megvan. Tehát ilyen aránylag bonyolult szöveget is le lehet fordítani a poliuniverzum nyelvére, és így a szövegértés is erősödik, miközben a kapott adatoknak a vizualizációja ugye nagyon sokat tud fejlődni. Jó, ezek csak felvillantott példák voltak, nyilván nagyon sok ilyen példát lehetne hozni, de én itt, mivel az időnk is lejárt, berekeztem a
előadásunkat. Köszönjük szépen a figyelmet, még egyszer ide írtam a weboldalakat, illetve amiről én beszéltem, az megjelent egy cikkben is angolul, ez talán nem olyan fontos. Ezek a weboldalak lehetnek fontosak, ahol erről a játékról, illetve ezekről a projektekről lehet tájékozódni. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek!